Felére akarják csökkenteni az egyfőre jutó élelmiszerpazarlás mértékét hazánkban, valamint különböző intézkedések által növelni az élelmiszerláncban felhasznált és hasznosított élelmiszer mennyiségét 2030-ra. Ennek apropóján dolgoztak ki egy intézkedéscsomagot, amelyet a parlamentben is elfogadtak a napokban. Rengeteg élelmiszer hulladék termelődik, az adatok szerint Európában éves szinten 178 kg, Romániában 130 kg. Hazánkban az élelmiszer felesleg nagy része a háztartásokban keletkezik, 37%-át az élelmiszeripar, 5%-át a közétkezésben keletkezett hulladék teszi ki. A globális élelmiszer pazarláshoz hozzátesznek az üvegházhatást okozó gázok teljes kibocsátása, amely jelentős hatással van az éghajlatra és a társadalom egészére. A törvénytervezet megteremti a lehetőséget arra, hogy az élelmiszerláncban tevékenykedő gazdasági szereplők az élelmiszerfelesleget a rászorulóknak adományozzák, vagy közvetítő egységen keresztül eljutassák azt a megfelelő helyre, ahol elfogyasztják, fogalmazott Miklós Zoltán a törvénytervezet es kezdeményezője, Kovászna megyei parlamenti képviselő. Az intézkedés csomagról a héten döntőházként szavazott a képviselőház plénuma. A törvény életbeléptetését követően egy éven belül az illetékes szaktárcák kidolgozzák az élelmiszer pazarlás csökkentésére irányuló országos stratégiát, valamint 2025. június 30-áig elkészül az az országos platform, amely a gazdasági egységek tevékenységét segíti majd. Ez azoknak a gazdasági szereplőknek az adatait fogja tartalmazni, akik az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemben aktívan feladatot vállalnak.